A Vidor Fesztivál amellett, hogy remek szórakozást nyújt a közönségnek, rangos versenyt is jelent az ideérkező művészek számára. A sorsolás útján összeállított zsűri Hegedűs D. Géza a Vígszínház művészének vezetésével választja majd ki a legnagyszerűbb előadásokat és a legjobb szereplőket. Az Ibrányi születésű zsűrielnök nagyszerűen érzi magát a fesztiválon, ahol korábban maga is fellépett, és kollégáival a legjobb előadás díját is elnyerték a Quartet című végjátékkal. Lenyűgöz, hogy minden helyzetben, ahol voltam, mindig telt házzal találkoztam. Hogy a nyíregyházi, vagy itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő emberek, de lehet, hogy a megyén túl is, talán még a hajdúságból is, vagy nem tudom én, a borsodi, zempléni részről is, kíváncsiságból eljönnek az emberek. Telt ház van, és odaadóan, mámorosan élik végig ezeket az előadásokat. Halló? Ed? Ja, én. Na, mondom a számot. Eldorado 5-81-91. Ellenőrizzed a vonalat? Ez a számunk? Eldorado 5-81-91. Ez fantasztikusan hangzik, nem? Ja, valóságos szimfónia. Kedden az Orlai Produkciós Iroda előadását láthatta a közönség a nagy színpadon. Neil Simon komédiája a Mezítlába Parkban egy fiatal pár első lakásba költözését mutatja be. Corey és Paul számos konfliktussal néz szembe, és egy furcsa szomszéddal is megismerkednek, akit Epres Attila alakít. Hozzá minden közel áll, ami jó, és ez egy remek szerep. A darab rég íródott, de még mindig elég jól néz ki. És ahogy elkezdtük próbálni, rájöttünk, hogy ez nem csak vígjáték. Úgyhogy nem is merem kijelenteni, hogy ez egy ilyen vígjátéki szerep, és hogy ez a fazon most, amit játszom, mert hála Istennek több rétegű figurák vannak a színpadon. Szerdán a Kamara színpadon Martin McDonough fekete komédiájának, a Lénen szépének tapsolhatott a nagy érdemű. Az anya szerepében Mucsi Zoltán nyűgözte le a nézőket. Itt egy embert játszik az ember egy rendkívül szeretet nélküli környezetben, ahol a szeretet éhség az átvált valami rettenetes, kíméletlen gonoszságba, félelem attól, hogy egyedül maradok, ott hagynak, és ahogy két ember szépen megeszi egymást és tönkreteszi egymás életét. Hát jó kihívás, egy nagyon jó lehetőséget színésznek. A fesztivál hátralévő napjain a közönség találkozhat még mások mellett Molnár Piroskával, Csonka Andrással és Túróci Szabolcsal, valamint Hegedűs D. Géza koncertjét is meghallgathatja a zárónapon. A Vidor Fesztiválról egy hosszabb összeállítást pénteki Weekend című műsorunkban láthatnak majd.